Köszöntöm a kedves nézőket a Lólépésben, Sakmagazinban, Gunyát Szoltán műsorvezető vagyok, és én tudósítom a kedves nézőket a Sak megyebeli és régiós és országos eseményeiről. Sajnos a mai napon nem tudok semmilyen különös új eseményről beszámolni, hiszen az előző adásunkban elmondtam mindazt, ami a megyei első osztályú csapatbajnokságban és az MB2-ben történt csapatainkat illetően. Ezért most alkalmam, módom nyílik arra, hogy a sakkozás kincses tárában begyűjtött, ott raktározott kiváló alkotásokkal örvendeztesse meg a kedves nézőket. 47 éve, tehát közel 50 éve lett világbajnok Bobby Fisher, akinek a nevének említésére mindenkinek beugrik a szellemi box, a szellemi sport, a sakk, tehát ha sakk, akkor vagy polgárcsalád, vagy Bobby Fischer. 1972-ben vívta a szovjet, egyébként orosz nemzetiségű Boris Paskijal a világbajnoki döntőt, Bobby Fischer, és győzött 12 és fél, 8 és fél arányban. A győzelem megérdemelt volt, tegyük hozzá azonban, hogy mindkét játékos méltó volt a világbajnoki címre, Fischer természetesen azért, mert meggyőző fölénnyel nyert, és tegyük hozzá azt is, senki sem vonta kétségbe, hogy Spassky is méltó világbajnok volt. Voltak olyan vélemények, amelyek szerint Fischer minden idők legnagyobb világbajnoka, és Spasszky-nak semmi esélye nincs vele szemben. Ugyanakkor voltak olyan vélemények is, amelyek azt mondták, hogy Spassky, hogyha legyőzi, elnézést, ha legyőzi a lustaságát és kellőképpen felkészül, méltó párja ellenfele lehet Fischernek, és le is tudja őt győzni, hiszen az eddigi egymás elleni mérlegük erősen kedvezett Spaskinak. Spaski több alkalommal legyőzte már Fischer-t, egy-két döntetlen mellett, is, Fisher addig még sosem tudta legyőzni Spaskit. Hát a kettejük páros mérkőzése mondhatjuk egysíkú volt, ugyanis Spaski a Páros mérkőzés elején már hátrányba került, és többször is kikapott Fischertől, alig tudott vele szemben partit nyerni. A mérkőzés második felére sikerült Spasszkijnak minden energiáját játékba hozni, minden energiáját bevetni, és igazán teljes erővel sikerült küzdenie. Ezekben a partikban azonban alig-alig tudta áttörni Bobby Fischernek a, a védekező páncélját miről is volt szó? Hát Fischer, aki addig csak az általa megszokott és begyakorolt, tövirő jól ismert megnyitásokat játszotta, megújult a világbajnoki döntőre, és szinte minden partiban más és más megnyitást játszott, világossal, illetve sötéttel. spaski az ő sak -személyiségéről azt mondták a hozzáértők, hogy Spaski univerzális sakkozó, sőt, volt olyan korábbi világbajnok, aki azt állította róla, hogy Megnyitás elmleti felkészültsége legfeljebb egy átlagos nagymesteré. Jól játsza azonban a végjátékokat és a középjátékot is. Bármilyen típusú állásban jól játszik, legyen az pozíciós állás, legyen az lavírozás, vagy ö, ö, taktikus dinamikus játékstílus, mindegyiket kiválóan játszotta. Ö, Spassky megnyitás elméletileg talán nem is volt rendesen felkészülve erre a világbajnoki döntőre, mégis voltak olyan partik, amelyekben teljes erejét megmutatta, természetesen Fischer is, és Spassky is. Egy ilyen partit szeretnék a kedves nézőknek bemutatni, ami jellemezte ezt a páros mérkőzést. Fischer olyan védelmet játszott, amelyet korábban szinte sohasem, illetve igen-igen ritkán, és Spassky pedig rendkívüli találékonyságon találékonyságáról ö, adott tanú bizonyságot. Spassky ugyanis azért volt univerzális sakkozó, mert bármilyen állásban képes volt ö, feltalálni magát. A világbajnoki döntő 19. partijában járunk, ahol igen nagy arányban vezet már ö, Fischer, Spaskinak minden erejét össze kell szedni, győznie kell, hogy megpróbálja behozni és döntetlenre menteni a páros mérkőzést Fischerrel szemben, különben elveszíti a világbajnoki koronáját. A partiban Spaski világbajnok vezeti a világos figurákat, és sötét pedig Bobby Fischer a későbbi, a nem sokkal ezt követő ö, világbajnok játszik. Spasszky a páros mérkőzésen bevetette már egyik régi fegyverét, a vezércselt is, öö, több D4-es megítású parti után visszatér igazi főerejéhez, az E4-hez, tehát a királygyaloggal kezdett, E4, amire Fischer öö, mondjuk úgy eléggé váratlanul egy korábbi világbajnokról, az első orosz világbajnokról elnevezett védelmet, az Aljehin védelmet választotta. Rendkívül ritka volt ez Fischer versenygyakorlatában, és Spassky ellen sem játszottak túl sokan Huszár 6 ot A partiban minden esetre Huszár f 6 kezdett Fischer. Ennek a megnyitásnak igen röviden összefoglalva az eszméjét, azt lehet mondani, hogy módot ad, ad arra, ö, sötét, hogy világos zavarja a huszárját e és bizonyos térelőnyt érjen el, azonban a későbbiekben igyekszik megbontani a kialakuló világos gyalogcentrumot, és aktív figurajátékkal teljes elleneségekhez jut. E5 természetesen, tehát azonnal üldözni kezdjük a, a merészen fejlődött lovat. e következett persze Huszár D5, amire lehet azonnal C4-et is húzni, Spassky azonban a leggyakoribb folytatást a D4-et választja következett D6, tehát sötét nem engedi olyan egykönnyen megszilárdítani azt a világos gyalogcentrumot, azonnal igyekszik támadni azt. Itt lehetőség van C4-et is húzni, F4-et is húzni, Spassky, ő ugye a tisztekkel szeret a leginkább játszani, Huszár F3-mal kezdődő folytatást választotta, amire Fischer futó g 4 válaszolt. 1972-ben a part idején ez már egy kitaposott elméleti út volt, következett futó E2, majd E6. Rövid sánc. futó E7, és H3-mal szeretnénk tisztázni. Három évvel később a Manilai olimpián Eugén Torre, későbbi világbajnok jelölt, lecserélte a futót, F3-on, majd 20C6-tal folytatta, ellene Vasyukov nagymester később belőnybe került a partiban, Fischer más utat választ, futó H5. Erre Paszki folytatja a centrum fölény megszerzését: C4, 20B6 természetesen, 20C3, és Fischer is elsáncolt rövidre. Természetesen nem volna jó a, a sánc helyett sötét, előtön cserélt volna, abban az esetben a huszárral ütött volna vissza ö, Spassky, és futótekettőre, vezérőtekkettő következhetett volna. Sötét ez esetben átmenetileg vezérű d 4 el gyalogot nyerhetett volna, de nagy fejlődési előny kaphatott volna ezért a gyalogért ö, világos, mert lehetővé vált volna bást egy vezér C5, majd B4, és ezek után a Huszár B5 ellentámadás. Na de hát ezt a későbbiekben Jan Timman mutatta ki, egy kiváló élvonalbeli holland nagymester. A partiban következett Futó E3, alátámasztjuk a centrumot, és D5. Hát itt értette meg Spassky, hogy Fisher tulajdonképpen sötét színen megelékszik a döntetlen eredménnyel is, és nem nagyon tud előrébb jutni, ezért ö, talán kockáztathat is. Ö, mihez kezdjen ezek után tulajdonképpen ö, Spassky? Ha cserél D5-ön, arra huszárű D5 következik, Huszár D5, a -e vezér d és biztos bázisa van sötétnek a D5 mezőn, a C vonalbeli nyomás pedig ellensúlyozható. Ezért téről elő lépése szánta el magát Spaszki, C5-tel térelőnyt ért el a zárt centrumban, C5, amire Fischer cserélt, futóüt F3, futóüt F3. Na most persze világosnak futópárja marad, ami elméletben jobb állást eredményez neki, de nem szabad azt elfelejteni, hogy zárt a centrum és a világos futópár nem nagyon tud jól játékba avatkozni. Tehát az állás konkrét felmérése alapján döntött a cseréről Fisher. Fisher ezek után huszár C4-et játszotta, mivel a futó már nem ellenőrzi a C4 mezőt, és nyugtalanítja, a világos vezérszágyat. Erre B3 következett, mellőzte a gyalogáldozatos folytatást Fisher, és folytatta a döntetlenhez vezető tervet Fisher, Huszárüte 3, Füte 3. Na most a fennmaradó állásban tulajdonképpen ellenkező színű futók vannak, térelőnye van világosnak, de nem nagyon tud jól támadáshoz jutni, és ezek után igyekszik még a gyalogláncot is felszámolni sötét, B6 lépéssel. Lehetősége van itt tulajdonképpen... Spaskinak b 4 folytatni, hogy megmaradjon a sötétmezőjű futó bezárása, lehetővé válik f 6 megkísérelni, felszámolni a világos gyalogcentrumot. E, nagyon sok minden lehetősége van, ez, ez egy rendkívül bonyolult állás. A világbajnoki döntő résztvevői itt már eltértek az elmélettől, itt már járatlan utakon vagyunk, és a fantázia, a saktudás tárgya az, hogy tulajdonképpen hogyan is folytatjuk az állást, milyen tervet választ világos, illetve sötét. Mindkét játékos jelentősen fogyasztotta már a gondolkodás idejét, és nézzük meg, hogy tulajdonképpen Spassky milyen ötletet is tudott feltállalni erre a lépésre. Azt mondja Spassky, hogy egy rendkívül erős lépést szeretnék megtenni, ellenőrizni szeretném a nagyátlót, szeretném kinyitni a H1A8 nagyátlót, ahol a világos mezeű futóim jól érvényesülnek. Nem üthet vissza az adott állásban, tehát nem ütheti le, fisher, a D5 gyalogot, a D5 gyaloggal az E4 gyalogot, hiszen akkor a világos mezeű futó E4-re kerülne, és Fischernek az A8 básája nagyon rosszul érezné magát, ezért tartani kell a gyalogszerkezetet, a C6 tulajdonképpen kötelező. C6. Erre Spasszki B4-et lépett, azt mondva, hogy igyekszik a térelőny birtokában királyszányi támadást szervezni. Következett b 6 c 5 C5, amire Spassky visszajutott a B gyaloggal C5-re, és itt már konkrét terv is körvonalazódik a kinyíló B vonal az ebből adódó lehetőségekkel. Tegyük hozzá, hogyha Spassky cserélne gyaloggal D5-ön, akkor akár a C6 gyaloggal is lehet visszaütni, és a C6 pont a sötét huszárnak kiváló bázisa lehetne. Fisher azonban először is vezér A5 rendkívül erős lépést teszi. Amivel, ö, amivel tulajdonképpen megtámadja azt a huszárt, és valamilyen szinten döntésre kényszeríti Spasszky-t. Nos, következik egy olyan lépés, ami megmutatja, hogy Spaski miért volt a középjáték királya. Középjátékban vagyunk, a megnyitáson már túl vagyunk, Spassky megértette, hogy itt neki nagyon sok mindent kell tennie ahhoz, hogy nyerési esélyei legyenek, a döntetlen mindig közelebb viszi a világbajnoki döntő megnyeréséhez Fischert, ezért egy rendkívül lépésre szánja el magát, mégpedig tisztet áldoz Bobby Fischernek. Spassky bizonyos gondolkodás után beáldozta a lovat D5-ön, huszár D5, ami egy rendkívül fantáziadús és rendkívül erős lépés hát hogyan folytathatja erre a lépésre Fischer. Lépett egy futó g 5 nem üti azonnal vissza, hiszen ebben az esetben nagyon nagy térelőny ö, birtokába kerülhetne ö, Spassky. Tehát, hogyha például következne C6 üt D5, arra világos E4-D5 t válaszolhatna, majd E6-D5 után futó 5 D5 nagyon erőssé válna, tehát ez, ez nem volt így kivitelezhető. Futó G5, következett egy másik rendkívül erős lépés, a futó H5, észveszejtően erős lépéseket találtak meg a játékosok ebben a partiban, és hogyan folytathatja erre Fischer most, hogy el, elment a nagy átlóról a futó, most már lemerültni a beáldozott tisztet, c 6 D5. Erre a, ö, Spassky beáldoz még egy tisztet, futóüt F7, bástyaüt F7, bástyaüt F7, és következett vezér d 2 Fischer azt mondja, hogy innentől már neki nagyon jó lesne a vezércsere, hiszen ebben az esetben, ebben az esetben oly kevés anyag maradna már, hogy, hogy komoly nyerési esélyei vannak. De azt mondja Spassky, hogy ő nem fél a vezércserétől is, vezérült d D2. Erre természetesen futóült D2 következhet, és Spassky két tiszthátrányban játszik tovább nyerésre, Bástya AF1. Az ötlet tulajdonképpen az erős gyalogcentrumról szól, az összekötött bástyákról Fischer a két tisztelőny birtokában nem tudja mozgósítani jól, illetve nagyon nehéz jól mozgósítania az A8 bástyáját és a B8 huszárját, tehát két tisztelőny a világbajnoki döntőn, ugyanakkor beragadt vezérszárny, ezek az állásértékelésnek a fő vonatkozásai. Huszár C6, amire mit is léphetne mást Spassky, mint gyalog üt D5-öt. Ezzel az állás tulajdonképpen egyenlővé válik. Hozzá kell tenni, hogy ekkora játékosok már jelentős időzavarban voltak, és nem volt Spaski-nak olyan sok ideje, hogy kiszámolja a megfelelő folytatásokat. Bástya C7 talán, talán ajánlható lett volna az üt D5 helyett, Következett gyalogüt D5, és bástya D7. Fiserel erre lenyer még egy gyalogot: Futó E3, király SAK, király H1, futóüt D4, és. és következett gyalog E6. A gyalog futtatása rendkívüli esélyekhez juttatja világost, de következik futó E5, és nehéz tovább futtatni, így már megnyílik, tehát ugye le lehet zárni az F vonalat is, és futtatható a sötét részéről a D4 gyalog is. Ezért azt le kell ütni, bástya üt, D5, és bástya E8, amivel ö, játékba hozta Fischer a bástyáját is. Erre Spassky bástya E1 lépést teheti, amire Fischer kasszírozza az E6 gyalogot, és most egy, egy gyönyörű lépést talált meg Spassky, bástya E6 vagyis Bástya D6. Ez egy azért rendkívül erős lépés, mivel hogy nem üthető a Bástya, ha Bástyával ütné, abban az esetben ugye a Bástya üt D6, gyalog üt D6, futó üt D6 és Bástya E6 következhetne például, ha futóval ütné, arra pedig ugye üthető az E6 bástya, tehát nem volt üthető, király f 7 volt kénytelen operálni Fischer, erre a lépésre, erre bástya üt C6, bástya üt C6, bástya üt E5, és mérleget vonhatunk az adott állásban a világbajnoknak Boris Paszkénak egy gyalogelőnyös bástya végjátéka alakult ki. Hát gondoljunk bele, hogy mit kellett látnia a Spaszkinak, mit kellett éreznie a tudása alapján, hogy egy ilyen állást ö, valószínűsített, amikor a huszárüt ö, D5 tisztádozatot meghozta. Király F6, el kell terelni a bástyát az ötödik sorról, hogy sötét lenyerje a C5 gyalogot. Bástya D5, király E6, király, vagyis bástya H5, meg kell védeni a H6 gyalogot, tehát következik H6. Azt nem szabad ütésben hagyni. Erre következik a király mozgósítása, király H2, Bástya A6, Köv és látható, hogy visszanyeri a gyalogot Fischer, az A gyalog nem védhető, ezért Spassky inkább a C5 gyalogot adja, C6. Bástya üt C6, azt a, bást azt a gyalogot ugye le kell ütni, Bástya A5, és A6. Most Sötétnek a Bástája van a hatodik soron, és világos bástyája talán valamivel aktívabb, hogy nyomja az A gyalogot. Az A6 gyalog sötét részéről nem nagyon mozdítható, de az állás rövidesen döntetlenben oldódik fel. Király G3, király F6, király F6, király F3, bástya C3, király F2, Bástya C2, és itt a világbajnok döntetlenben egyezett meg a kihívóval, a későbbi világbajnokkal, Bobby Fischerre, hiszen ez a bástya a végjáték tulajdonképpen nem nyerhető, világos nem tud előrébb jutni, ha a sakok elől eldugja a királyát H2-re, akkor sötét visszamegy a bástyával C6-ra, és az állást tartja. és még egy partit szeretnék a kedves nézőknek bemutatni. Boris Paszki játszotta egy honfitásával Leonid Stein ö, ö, szovjet nagymesterrel. Stein volt az, aki világlaszt is volt, sajnos szívroha miatt korán az életét vesztette, és nem folytathatta a sakvilágbajnoki címért folytatott ö, küzdelmet. A partit 1971-ben játszották, és nagyon könnyű bemutatni a kedves nézőknek, hiszen a, centrum, a Grünfeld Véderem centrumképző rendszerében játszották a partit a világklasszisok, tehát nem kell különösebben bemutatnom a centrumképző rendszert, mivel a kedves nézők már sok korábbi parti elemzésből ismerhetik. A világosan játszó világbajnok Boris Paszki d 4 gyel kezdett, Huszár 6 C4, G6, Huszár C3, D5, ezzel vagyunk a Grünfeld védelemben, a fő rendszer az kezdetben, amikor kialakult ez a megnyitás, ennek az volt az eszméje, hogy világos egy erős gyalogcentrumot érhet el, de sötét azt igyekszik tisztekkel megingatni, tehát következhet 5D5, Huszár 5D5, E4, azzal a huszárral cserélni kell. Huszárügy C3, C3. Itt van világosnak az erős gyalogcentruma, Száz évvel ezelőtt a, a sakkelmélet még azt mondta, hogy világos előnyben van, a hipermodern alkotók pedig bebizonyították, hogy sötét állásában nincsen gyengeség. A, a centrum aláoknázásával teljesen egyensúlyban van az állás. Következett futó G7 a nagy átlón operál, az A1 H8 nagy átlón operál, sötét, futó C4, sötét folytatja a centrum, azaz a D4 pont támadását, C5, világos védi huszár E2, rövid sánc, rövid sánc. Huszár C6, huszár C6, még egy figurával támadjuk a D4 pontot, futó E3, még egy figurával védjük a D4 pontot. Itt vezér C7-tel Stein a Samkowicz rendszert választotta, igyekszik jól kinyitni a C vonalat, hogy a, az F, a, a C4-en álló világos futó helyzetét kihasználja, Világos, Bástya c 1 el lebeszéli ötétet, hogy valamikor is kinyissa a C vonalat, tehát Bástya C1, Bástya D8, tovább nyomjuk a D vonalat, H3, ez az úgynevezett antosin támadás egyik, mondjuk ugye ellenszere, ne jöhessen futó G4. B6, tehát szájra akar fejlődni sötétnek a világos mezeű futója, és a támadást megindítja Spassky F4. F5-tel szeretne áttörni, és ehhez nagyon jól áll C4-en, az A2 G8 átlón a világos futó, E6-tal alátámasztjuk az F5 pontot, tehát gyalog E6, vezér E1, kivonjuk a vezért a D8 bástya hatóköréből, huszár A5, el kell terelni a futót az A2 G8 átlóról, futó D3 és F5 ellen, ellenlökés. Spaszki minden hidat feléget maga mögött, G4, futó B7 és huszár G3. Következett vezér D7, g-gyalog gyalog, 5, f5, nem ütünk azonnal vissza, hanem ellentámadás a centrumban, c5, d4, gyalogüt e6, megtámadjuk a vezért, vezérüt e6, és f5 támadás, vezér e7, a gyaloggal visszaütünk itt D4-re, és, Fise, és Stein egy csodás eszmét valósít meg, bástya üt D4. Az eszme arról szól, hogy minőség áldozattal ellenőrizzük az állásban a sötét mezőket, futóüt D4, futóüt D4 sakk, király G2, és futó E5. Tehát a sötét mezőkön operál a sötét ellentámadás. Vezér E3, Bástya D8, Bástya F3, a harmadik soron fenyegető veszélyeket ö, ki kell védeni. Vezér H4, g 6 Futóügy G3, üt G3, és most egy szép ellentámadás, egy taktikai szúrás következik, Bástya üt D3. Nem üthető a bástya, mert arra futó üten egy sak se következhetne. Bástya C8-at adta be az időzavarban szenvedő világbajnok, amire futó üt C8, gyalog üt H7, király üt H7, vezér D3, vezér F6 védelem következett, és nincs mit tovább tenni, tehát ugye az e felfedett sok nem lehetséges vezér e miatt. Itt tulajdonképpen a küzdő felek erős időzavarban döntetlenben egyeztek meg, mert az állás teljes egyensúlyban van, az állás tulajdonképpen döntetlen. A partiban a későbbi elemző nagymesterek több javítást is javasoltak, nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy a parti jelentős részében Ö, saját ötleteket valósítottak meg, tábla mellett kitalált ötleteket valósítottak meg a világlasszisok, egy rendkívül élénk, dinamikus és ötletgazdag parti volt, remélem tetszett a kedves nézőknek. Elfogyván a műsoridő, sajnos el kell, hogy búcsúzzak Önöktől, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!